Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket itt a Művészetek Háza. Most még úgy mondanám, hogy most még konferencia termében, és ennek majd lesz egy oka, hogy ezt mondtam. De engedjék meg, hogy egy személyt köszöntsek, kiemeltem a 92 éves Keleti Évát. Amikor tavaly, pontosan egy évvel ezelőtt itt voltunk a Párban kiállításon, ami szintén ugye Évának egy kiállítása volt, akkor körülbelül a képeknek szerintem egy olyan 20-25%-a volt teljesen új kép, ami azt gondolom, hogy már akkor is egy nagy szó. Most viszont azt kell mondanom, hogy ezen a kiállításon körülbelül 98%-ában teljesen új képek születtek. Úgyhogy, drága Éva, amikor tavaly azt mondta, hogy hát még vannak ötletei, akkor én egy kicsit mosolyogtam. És megmondom őszintén, hogy hát Évához azért hetente járok fel, és akkor decemberben így szólt nekem, hogy akkor kezdjek el dolgozni, mert hogy itt van mindjárt az augusztus, és akkor itt van az új kiállítás. Úgyhogy onnantól komolyan vettem a dolgot. És az az igazság, hogy most egy pár hete nekem azt mondta, hogy ugye még tudja Csaba, hogy nekem még mindig vannak ötleteim. Engedjék meg, hogy felkérjem polgármester urat, hogy köszöntse Évet. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és higgyék el, hogy nagyon boldog vagyok. Mert olyan sokan eljöttek, és nagyon sokan olyanok, akiket szeretek, ritkán találkozunk a hétköznapi életben, de hihetetlen nagyra tartom őket, és természetesen Évát is, aki most ebben a teremben másodszor örvendeztet meg bennünket a képeivel. Ahogy a Csaba mondta, egyébként valóban az ember mindig azt csodálja, hogy jön ki újabb és újabb üzenet egy-egy ilyen kiállítás alkalmából az alkotóból. A mai világ egészen más technikával dolgozik, mint 10-15-20-30 évvel ezelőtt, és a mai világban mindenki úgy gondolja, hogy fotóművész, sőt, készülnek olyan reklámfilmek, ahol gyönyörű képek vannak, fénytechnikával, színtechnikával, informatikai technikával megcsinálják azt a képet, de az nem lesz más, mint egy termék. És ahogy én egyszer-egyszer belekukkantottam Éva alkotásai alkotó folyamatába, és ahogy láttam, meg hallottam, hiszen azért a hírek jönnek, mennek a közvetlen munkatársaimon keresztül, meg Éva nyilatkozatában is láttam többször azt, hogy egy ilyen folyamat az meg kell szülessen, a pillanat meg kell szülessen, és nem 500 kattintásból, hanem néhányból megtalálni azt a pontot, amit szeretnék üzenni. És akkor ebből így lesz alkotás. Nem termék, hanem alkotás. Ezek között az alkotások között vagyunk, olyan szereplőkkel, akiket szeretünk, ismerünk, akik nagy része itt van közöttünk. Köszönöm, hogy eljöttetek. Nagy öröm ez számomra. És azt gondolom, hogy egy csoda, ami történik Éván keresztül, az, hogy nem elfárad valaki a művészetben, hanem újra és újra üzen számunkra képeken keresztül érzéseket, történeteket, embereket és sok-sok-sok-sok mindent. Ez a csoda, és ezt köszönöm a 92 év ellenére, hiszen azért az se semmi. A mai együttlétünk egyben születésnap. Engedjék meg, hogy egy kis ajándékkal is kedveskedjek Évának, és ezt itt mellette tegyem, Nagy Lászlónak néhány sorával. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dőljön. Hagyjon az Isten fényeket,
temetők helyett életet. Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Kedves Éva, adjon a jó Isten kérés nélkül is magának még sok esztendőt, újabb kiállításokat. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, ide hozta a minőséget, amihez minőségi közönség kell, nevelni kell, a minőségi kultúrával, a minőségi képekkel, a minőséget értő és kultúrát értő közönséget. A Jóisten sokáig éltesse. Éva általában szeret mindent tudni, hogy mi hogyan fog történni. Mindig megkérdezi, hogy akkor le van-e valami szervezve, így lesz, vagy úgy lesz, vagy hogy lesz. Na most innentől neki minden meglepetés, mert hogy bár hetek óta kérdezi tőlem, hogy de akkor hogy lesz ez a díjátadó, mi fog történni, mi a forgatókönyv. És mondtam, hogy majd megtudja. Úgyhogy most majd megtudja, jó? Ettől a perctől kezdve. Van egy személy, nem tudom hány éve barát, szerintem talán ő a legrégebbi barát, a legjobb barát, és nekem úgy szokta mondani az Éva, hogy egyben az ő ébresztő órája, mert 9 óra 30-kor minden nap megszólal a telefon. Ez a személy nem más, mint Béres Ilona, és ő az első meglepetés. Jó napot kívánok! Szervusztok! 1968, 2023. A barátságunk még ezelőtt datálódik. Ültünk egy kertben, és arról beszéltünk, hogy milyen nagyon jó lenne megnézni ezt a Párizst, mert hogy Évi már a foglalkozásánál fogva is, már volt nyugaton, én még soha, és nagyon nagy élménynek tűnt, hogy Párizsban kezdem el ezt az asszonyi létet. Hát megérkeztünk Párizsba, a Montparnasse-on laktunk egy olyan hotelben, amit a magyarok egymásnak adták a címet, és dőlt az a rettenetes konzervszag, amivel ugye, az ebédet próbáltuk megoldani. És rájött Évi arra, hogyha engem békén hagy, akkor másnap visszajövünk Pestre. Mert nekem minden kellett. Kitárult előttem a világ, erre Évike elszedte a pénzemet, azt a kemény 70 dollárt, befonta a hajamat, és úgy tárgyalt velem, mint a gyermeke lettem volna. De így is csodálatos élmények voltak. Nem mesélek el mindent, mert kicsit hosszú lenne. De amikor én úgy utaztam ki Párizsba, hogy vigyek magammal valami magyart, és ez a ruhácska volt ebben a kabáttal, akkor még volt ilyen, hogy háziipari szövetkezet. És akkor rávartak ilyen szűrrátétet, és én azt fölvettem. És akkor a kis őzike lábaimmal, hát akkor még az volt, megálltam ott az Eiffel-torony előtt, és rivalizáltam vele, hogy akkor most én ottan vagyok a Párizsba. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor arra gondoltam, hogy mivel köszönteném Évát, hát talán a közös emlékeinken túl egy olyan verssel, amit ő is szeret, és én is szeretek, de nem csak azért. Egyszer, egyik nap, mikor nem adtam neki, meg ő nekem szabad napot, mert volt olyan is, hogy mindenki azt csinált, amit akart, de akkor úgy gondoltuk, hogy elmegyünk a Bulvár Szentmisel és a Rue Cujas sarkára, és megnézzük, hogy tényleg lejt-e a járda. Hát gyerekek, lejt. Csak szembe már nincs ott a pék. Úgyhogy sétáltunk, az augusztusban volt, és sétáltunk a Szajna felé, és egyszer csak egy ilyen egymásra néztünk az Évával. Te ezt érezted? Igen, én is éreztem. Úristen, akkor Adi után ezt mi is éreztük, hogy augusztusban itt járt az ősz. Párizsban. És ezt csak a magyarok tudják. Párizsban tegnap beszökött az ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában, halk lombok alatt, s találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett, zümzüm, röpködtek végig az úton tréfás fa levelek. Egy perc. A nyár meg se hőkölt belé, s Párizsból az ég kacagva szaladt. Itt járt. S hogy itt járt, én tudom csupán. Nyugő lombok alatt. Amit most láttak, hogy Éva így felpattan, azt úgy kell elképzelni, hogy amikor például mi fotóztunk, de ez majd később lesz, ez kb. Pont így történt. Nagyon sokszor, de erről még majd fogunk beszélni. Akkor jön egy következő meglepetés, jó? Amikor a Presser 50 volt, és Éva elment rá, akkor körülbelül szerintem 3 héten keresztül én ezt hallgattam, hogy az valami fantasztikus volt, és hogy mennyire jó volt, és hogy, hát, hogy ő azt hogy imádta, és visszajött a fiatalkora. De képzeljem el, hogy szerinte a legnagyobb sikere, mondja, hogy kinek volt. Azt mondta, hogy az Igó Évának, ugye? Na, hát akkor következzen Igó Éva. Szőnyegeimen vagy csimimimit jár, és megkeres, és mind megeszi a lekvárt, amit én a kamrában rejtek. Bizony az lenne jó. Ha lenne, akitől összeborul, és szétesik ez a ház, és temtelenül nézi, csak tűri, hogy én csak én rakjam rendet. Bizony az lenne jó. Aki csupa dac, aki csupa jó, aki csupa hív, aki csupa tűz, aki csupa kosz, aki csupa rossz, aki csupa zaj, aki csupa jaj, aki csupa baj, aki csupa báj, aki csupa szép, mint én voltam rég. Olé!
voltam rég. Olé! Köszönöm szépen. Kedves Éva, nagyon megleptél ezzel, hogy engem itt most, hát szóval, hogy ezzel a dallal felléphettem. Hadd mondjak el valami nagyon személyeset, amire te már egészen biztos nem emlékszel. Nagyon-nagyon régen volt. Hát hiszen én is elmúltam már 18, igen. És megszületett a lányom. És körülbelül 3 hetes lehetett, feküdt a kis hasán, de már a fejét föl tudta emelni, és te eljöttél a lakásunkra, és készítettél erről egy fotósorozatot. Szóval nem tudom, hogy emlékszel rá, ezek fekete-fehér képek, és az én életemben a legnagyobb kincs, hiszen az a golyófejű gyerek ott volt mellettem, és ezeket a csodálatos fotókat te készítetted. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, hogy emlékezel, de én az előzményre is emlékszem. Na nem mindenre, hanem hogy előtte a Rókus kórház előtt csináltam képeket, akkor még ekkora volt a pocakod, akkor még csak vártad a lányodat, és aztán meg is született, úgyhogy, igen. Úgyhogy mondom. És most már nagymamák vagyunk. Hát én dédi. Úgyhogy köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Azt tudni kell szintén, hogy két dolgot, aki ismeri Évát, az egyik, hogy hát ő mindig egyébként, ha felmegyünk, szerintem én az összes unokának, dédunokának tudom a nevét, éppen mit csinál, kivív, ki atletizál, és nagyon-nagyon büszke nagymama, és nagyon-nagyon büszke déd nagymama, és sokszor azt kell, hogy mondjam, hogy ő ilyen csodákat alkot, több 100 000 fotója van, de ő a leges-leges legbüszkébb a családjára. És ez mindig olyan jó érzés, amikor ott vagyunk, és akkor róluk beszél. Meg azt kell még róla tudni, hogy neki mindig igaza van. Irdatlan mindenre emlékszik, olyan dolgokra is szerintem, hogy mi történt, azt mondom, mi történt, nem tudom én, 1962. február 28-án biztos tudná. Mindig mindent tud. A múltkor volt egy kis vitánk, mert én mondtam neki valamit, mondta, hogy nem, az nem úgy van. Én pedig ragaszkodtam ahhoz, amit mondtam. Neki volt igaza. El kell, hogy mondjam, úgyhogy most már mondtam, hogy már megkövetem magát, úgyhogy én bármit mond, én azt elhiszem. Következő meglepetés. Egy olyan személy, akinek én részben átérzem azt, hogy x évvel ezelőtt milyen volt Keleti Éva táskáját vinni. Most talán ő is átérzi, hogy milyen nekem Keleti Éva táskáját vinni. Ő azóta Magyarország egyik legkedveltebb és legnagyobb művésze, Gál Völgyi János. Annyiban kijavítanám Csabát, hogy nem érezheti át, ugyanis az Éva táskája, amikor még én hordtam, olyan 40 kiló volt. Ma meg aztán a zsebében elfér minden, úgyhogy nem akarok Béres Illivel vetélkedni, meg ilyen matematikával belemenni. 1967-ben ismertem meg Évát. Most már ki lehet mondani, hogy nem 1900, hanem 56 éve, mert 56-ot régebben nem lehetett kimondani, tehát most kimondom 56 éve. Amikor én még fényképészkedni tanultam, és Évához mentem, hogy tanítson meg engem, innen a mi ismeretségünk.
és az én nagy szerelmem és szeretetem Éva iránt. Nem akarom húzni az időt, egy nagyon rövid verset hoztam el, aminek a címe talán rímel arra, ami az Évára jellemző, a szenvedélyre. A fotózás a fényképezés iránti szenvedélyre. Pilinszky János írta a verset, és ennyi. A tengerpartot járó kisgyerek mindig talál a kavicsok közt egyre, mely mindöröktől fogva az övé, és soha senki másé nem is lenne. Az elveszíthetetlen markolásza, egész szíve a tenyerébe lüktet, oly egyetlen egy kezében a kő, s vele ő is olyan egyedül lett. Nem szabadul már soha többé tőle. A víznek fordul, s messze elhajítja, hangot sem ad a néma szakítás, egy egész tenger zúgja vissza. Isten éltessen, Éva. Még nincs vége. Van egy lány, aki hozzám nagyon közel, mert nagyon kedvelem őt, nagyon jó barátok lettünk, és érdekes módon a kettőnk baráti kapcsolata is Évának köszönhető, mert ha Éva nincs, akkor ez a barátság sincsen. Ő egy nagyon érdekes lány, és Éva nekem azt mondta, úgyhogy el kell hinnem, de majd biztos valaki megerősíti, hogy már egészen még ő is pelenkázta is. Ez a lány, ez nagyon szépen kinőtte magát, és egy nagyon ismert énekes nő lett. Emellett egyébként grafikus is, és idén volt egy kiállítás, amit Éva nyitott meg. Ő most nem tud itt lenni, mert hogy természetesen augusztus 20-án 3 fellépése is van. És ugyanúgy, mint tavaly, most videón fogja beköszönteni Évát, és aztán majd ezt ő elmondja, jó? Sziasztok! Ne nézzétek a kuplerájt mögöttem. Az az igazság, hogy turnéban vagyok, és nem sokára fellépek, és itt vagyok a hotelszobában, és most van a legnagyobb káosz. De csak annyit szeretnék mondani, hogy drága Éva, én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy ismerhetlek téged, mert nélküled nem valósulhatott volna meg az én első igazán komoly kiállításom. És a második igazán komoly kiállításomon pedig nem lett volna olyan megnyitó beszéd, ami annyira csodálatos volt és szívbe markoló, hogy örökké emlékezni fogok rá, és itt el fogom raktározni a szívemet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon tisztellek téged. És az, az igazság, hogy példaképként gondolok rád. Tisztelem a bátorságodat, a vitalitásodat, és az őszinteségedet, és azt, hogy a képeidben az emberek lelkét tudod megjeleníteni. Szerintem a fotózásban ez a legmagasabb fokozat, amit el lehet érni ezen a földön. És azért is hálás vagyok, mert az én lelkemet már nagyon sokszor fotóztad, de most szeretnék a színpadra szólítani valakit, akinek a lelkét szintén nagyon sokszor fotóztad, ő az én édesanyám, ő pedig Hernádi Judit. Na hát, ez nekem is meglepetés volt, nem csak neked. A gyerek nem annyira, de őt ma azért ismerem, de tényleg meg kell, hogy mondjam, hogy egy részt az életéből mindenképpen te jegyzel, Éva. Szóval ezt valóban, azt a kislányt, aki össze-vissza rajzolt dühében egy asztal mellett, aztán megláttad, hogy az valami, és csináltál neki egy kiállítást, ami hihetetlen. Azt se tudta, hogy az én gyerekem akkor még. Úgyhogy nem azért csinálta, hanem azért, mert látta, amit látott. Ez fantasztikus. Na szóval köszönöm szépen. És most ezért, miután a gyerek felszólított, hát én is hoztam egy dalt. Én ezt gondoltam ki, hogy ezt fogom itten ma csinálni. Ez egy dal. De egy Dalvas Szilárd és Hajdú Júlia szerzemény.
És én ezt mindig kesztyűbe szoktam énekelni, de hát most ugye az időre való tekintettel nem, de viszont életemben először énekelem szemüvegben. És ahogy itt körülnéztem, bár a dalnak az a címe, hogy önzetlenség, tulajdonképpen nagyon ide vág ez a dal, ezt az első sor mindjárt meg is mutatja. Ez a dal. Most átugorva néhány évemet, hadd mondjam el egy szép emlékemet. Marseille-ből aznap indult egy hajó, s szóltam én, utazni volna jó. A férjem gazdag, s pénz utáló, és igénybe vesz szörnyem valahol. Megváltottam hát Rióig jegyem, hogy végre egy kis nyugalmam legyen. A hajó vén volt, a kapitán. Fiatal volt, büszke és zsivány, még nem láttam évak merő spanyolt. Már az első este lázasan dalolt. Szenyorita, az arcom lázban él. Szenyorita, magát kerestem rém. Szenyorita, szeresse hát belém. Esküszöm-e bele alok, ha nem lesz az enyém. Kapitán, mondta, ebből elég, s azon a kurta furcsa éjszakán, úgy, ahogy még soha tán, végig mértem és ott hagytam, egyedül szegény, s ment a hajó és vigan alatt. De nékem bizony nem kellett kaland, mert tud vigyázni az ki úri nő, s nem fog könnyen ölbe hullni ő. A kapitány az persze ostromolt, de nem kapott sebére flastromot. Hiába sírt szívének nagy baján, nem engedtem be kabinom ajtaján. Bár ismétlám, szép volt a fiú, a tisztességre volt a méhiú. Ezt felbőzíté végképp a spanyolt, s már őrjöngő, hozzám így dalolt. Szenyorita, nem bírom ezt tovább. Szenyorita, csókolnám lábnyomát. Szenyorita, szeresse hát belé. Esküszöm, megölöm, ha nem lesz az enyém. Kapitán, mondta, ebből elég, s azon a kurta furcsa éjszakán, úgy, ahogy még soha tán, képen vágtam, és ott hagytam, egyedül szegény. Ment a hajó és viga alatt, és elérkezett az utolsó nap. Egy éjszaka és véget ér az út, a hajó kiköt, mert jóba jut. És este lecs közelget végzetem, a kapitány állt a fedélzetem. Csak ketten voltunk, ami helytelen. A tenger mély volt, csupa rejtelen. Egy pillanat, s felé majol, s már karjaiba ránt a bőz spanyol, s örjöngve, hogy még nem estem el. Most így fenyeget, és így estek el. Szenyorita, a játszma véget ér. Szenyorita, látom, nem nyújt reményt. Szenyorita, ha ma sem lesz ennyi, a hajó tudja, hogy van. Elsüllyesztem én. Kapitány, mondta, ebből elég, s azon a kurta furcsa éjszakán, úgy, ahogy még soha
megmentettem. 840 utas életét. Az eredeti elképzelés szerint most itt Szabó T. Anna állna, Dragomán Györggyel, azonban úgy alakult, hogy ők pont most nyaralnak, ezért elnézését kéri. Hát rám bízott egy feladatot, amit megpróbálok teljesíteni. Ennyi színész mellett azért kicsit nehéz, ugyanis ő Éva születésnapjára írt Évának egy verset. És ezt megkért, hogy olvassam fel. Megpróbálkozom vele. Nézni egy képet. Sík, szélcsend tenger. Fénylő és fény elnyelő felület. Tiszta erő. De mélyén ott derengenek villanó halak, növények, kövek. Alatta élet. Lélek és titok. A felszín, ahogy rögzíti a szem, csupa egyensúly. De amit kifogad tekintet a mélyből, képtelen. Végtelen rétegek, áramlatok, rétek remegnek, lélegzik a fény, cápák és algák, virágállatok, emulzióban milliónyi lény. A foghatatlan lélek tánca ez. A hártya mélyén, síküveg alatt. Mindent megad, és mindent elfedez. Mindent állít, mert semmit sem tagad. Úgyhogy ezzel a verssel kíván boldog születésnapot önnek Szabó T. Anna és Dragomán György. És akkor most van még egy pici meglepetés, jó? Ez egy kicsit személyes lesz. Az, hogy Keleti Évával dolgozhatok, az nekem egy nagyon nagy ajándék. És hozzám nagyon közel állt egy személy, Pécsi Ildikó, és ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy a mi kapcsolatunk az úgy jött létre, hogy amikor létrejött egy kiállítás Ildikó halála után, akkor én egy fotókiállítást szerettem volna csinálni róla, és az Ildikó megjelent az álmomban. Azt tudni kell, hogy az Ildikónál irdatlan nagy kupleráj volt fent a padláson, soha semmit nem lehetett megtalálni, de megjelent az álmomban Ildikó, azt mondta, fel kell mennem a padlásra, ott van egy szekrény, abban van egy nem tudom én mi, oda be kell nyúlni, ott van egy zacskó, azt ki kell vennem, és abban lesznek fotók. Felmentem a padlásra, a kupleráj kellős közepén benyúltam abba a szekrénybe, kivettem egy szerintem 1970-es években lévő centrumos zacskót, és abban Keleti Évának a képei voltak benne. És létrejött az első kiállítás, a Pécsi Ildikó Keleti Éva szemével, és onnantól az elmúlt 3 évben, én mondhatom, hogy majdnem minden nap beszélünk, és nagyon sokszor találkozunk. Aztán tavaly jött a Párban, és idén a Szubjektív. Azonban volt egy időszak ebben a kiállításban, amíg fotóztunk, amit itt látnak képek, ez közel fél év alatt készültek el, kevesebb. Márciusban kezdtünk fotózni, és hát igazából nyárra elkészültek a képek. És ebben a 4 hónapban volt egy nagyon nehéz hónapunk. Amikor mi minden nap aggódtunk, minden nap féltünk, és Éva is, amikor bármikor kérdeztem, akkor
azt kérdezte, hogy mi lesz a kiállítással. Én azt mondtam akkor, hogy a kiállítás minket nem érdekel, az a lényeg, hogy maga meggyógyuljon. És most itt van. Azonban van egy személy, aki végig ott volt, mi hárman alkottunk igazából egy tímet, és ez a személy egy picit évet kisegítette, ő pedig nem más, mint Gordon Eszter. Volt egy pár fotó, amit egyébként Éva nagyon szeretett volna elkészíteni, de pont ez az egy hónap volt, amikor nem tudta elhagyni az otthonát, és akkor az lett ennek a vége, hogy Esztert kérte meg, hogy ezeket a képeket készíts el. Azoknál a képeknél önök látják is, hogy az van kívül, hogy fotó Keleti Éva és Gordon Eszter. Hozzá kell tennem azért, hogy az Éva elég rendesen kioktatta Esztert, hogy hogyan kell kinéznie a képnek. Nem tudom, Eszter, hány éve fotóz Eszter. Milyen? Ne kérdezzenek, akkor elárulom, hogy mennyi idős vagyok. Több mint 20 éve. Milyen érzés volt Keleti Évával dolgozni? Visszamennék egy picit az időben, hogy érzékeltessem azt, hogy mit jelentett nekem ez a pár hónap. Éva nénivel, bocsánat, én így hívom Éva, Keleti Évát, mert 20 éves voltam, amikor bemutattak neki. És ettől nem tudok szabadulni, hogy nekem ő Éva néni legyen. Tehát 4 éve, amikor Éva néni készült a Műcsarnokbeli életmű kiállítására, akkor én meghallottam, hogy lesznek újabb képek, újabb friss képekkel fog előrukkolni, és gondolom önök is látták azt a kiállítást. Ott egy teremnyi új kép készült, és egy fotós, legalábbis engem az izgatott a legjobban, ugye 20 éve ismertük egymást, remélem mondhatom, hogy barátok vagyunk, illetve igyekeztem minél több képét is megismerni. De azt, hogy ő hogyan fotografált, hiszen gépet a kezébe több évtized után vett először erre az életmű kiállításra, azt én soha nem láthattam, de megmondom őszintén, ez izgatott engem a legjobban, hogy hogyan dolgozik, hogy hogyan fogja a kamerát, hogy hogyan mozog, hogy hogyan instruálja az alanyát, hogy hogyan nyílnak meg neki, és mennyi idő alatt. Úgyhogy én tulajdonképpen Csabának borzasztó hálás vagyok, hogy rábeszélte Éva nénit egy újabb kiállításra. Vagy ő engem. És Éva néninek a bizalomért, hogy ott lehettem végig, és láthattam. Illetve volt bennem egy olyan vágy is, hogy mindezt meg is örökítsem. És így alakult az, hogy önök itt a háttérben, mondjuk ezt pont Csaba csinálta, értelemszerűen ezt a képet, de valahogy úgy osztottuk meg egymás között, hogy meg se beszéltük, hanem ő többnyire videózott, én fotóztam, és mindketten úgy éreztük, hogy ezt meg kell mutatnunk önöknek például, hogy a háttérben hogyan történnek a dolgok. Igen, és itt, hogy majd körbe mennek, akkor láthatnak néhány verkfotót, azokat jó részt Eszter készítette, hogy igazából hogyan is történt ez a fotózás, egy picit beleláthatnak majd. Akkor most megbeszéltük, igen, hogy Csaba... Nem készültünk. Hogy meséld el, hogy számodra melyik volt a legemlékezetesebb, vagy legmeghatóbb történet. Röviden mind. Bővebben én 3 fotózást szeretnék megemlíteni. Az egyik az egy kicsit vicces. Mint mondtam nekem, Tarján Zsófival tényleg egy nagyon jó baráti kapcsolatom alakult ki. És vele készítettük el az első fotózást. Ezt tudni kell, hogy van itt Gödöllőn, aki ismeri Gödöllőt, van egy ilyen régi remiz épület a Hév mellett, és én ezt én elképzeltem, hogy a Zsófit ott fogjuk befotózni.
Megmondom őszintén, én nem mentem be előre ebbe az épületbe, de kívül ez ilyen romos, azt láttam, hogy tele van graffitivel. Természetesen ugye megérkeztünk, bementünk, és egy szeméttelepet képzeljenek el. És akkor én egy kicsit ott lehidaltam. Nem tudom, hogy mi látszik így most a képekből, de ez tény és való, hogy ez egy ilyen írdatlan, nagyon szemetes volt, kuka volt bedobva, stb. A három hölgy az teljesen, így állj Zsófikám, úgy állj Zsófikám, Eszter fotózta őket, én ott álltam. És a következőt kell tudni rólam, én rettegek a patkányoktól. Egy fotózás, Éva fotózza Zsófit, háttérben a patkány, tik-tik-tik-tik-tik. Benéz a kamerába, Zsófi mögött, majd megfordul, elmegy. Én elnézek oldalt, ott is egy patkány. Mondja Éva Zsófinak, Zsófikám, be kéne oda mennünk. Mondom, nem kéne oda bemennünk. De igen, oda be kéne mennünk. Nem kéne oda bemennünk. Megkérdezik tőlem, hogy miért nem. Hát mondom, ott patkányok vannak, ők. Az minket nem zavar. Bementek, én halál idegesen ott voltam, én nem mentem be egyébként. Azt hozzáteszem, jöttünk ki, Évát így karon fogtam, jön, rám néz, azt azért megmondom magának, ilyen helyre engem még soha senki nem vitt. Most visszanemném egy pillanatra a szót, mert ezt nem beszéltük meg. Sejtettem, hogy ezt el fogod mondani, mert tulajdonképpen Csabának ez volt a kedvence, ez a története. Sokat az egyik, igen. Az egyik, igen. De ha nem mesélte volna el, akkor én mesélem el, hogy, hogy átadhassam ezt a kis ajándékot, amit direkt erre az alkalomra készítettem. Ő a fiú patkány. Ez meg a lány patkány. Ezt én kaptam. Igen. Bocsánat. Én kaptam a fiút, maga a lányt. És nekem nem is maradt. Viszont nekem még van két történetem, ha elmondhatom, jó? Az igazából egy lesz a kettő. Tehát ez volt számomra az egyik, ami leghumorosabb volt, azonban volt két olyan történet, ami érzelmileg hatott meg, abból az egyik fő itt van, a másik nem tudott eljönni. Ez pedig Kulka János és Falusi Mariannak a fotózása volt. Amikor Jánosnál voltunk, akkor Éva erre a fotózásra nagyon-nagyon-nagyon készült, ezt hozzá kell tennem, nagyon készült rá. És valahogy mi azt éreztük Eszterrel, hogy mi nekünk itt nagyon háttérbe kell lennünk, mert egy olyan nagyon szép, intim dolog történt ott Jánosnál, amit talán a képek átadnak, és amikor jöttünk ki, akkor a búcsúzás is nagyon szép volt, János átölelte Évát, és tényleg egy ilyen nagyon szívhez szóló volt. A másik pedig az eredeti elképzelés az volt, hogy Éva újra szeretné fotózni Falusi Mariant és Lang Györgyit, és ez a fotózás nem tudott létrejönni. És akkor jött az, hogy úgy szeretnénk befotózni a Falusi Mariant, hogy Lang Györgyi ott van. És ez az előbb, amit mondtam, amikor búcsúzkodtak János és Éva. És létrejött az a kép, amit ott láthatnak. Előtte volt egyébként egy interjú, mi megérkeztünk, és Éva elkezdte fotózni Mariant, aki tényleg addig ilyen boldog volt, és mosolygott, és mit kértek, és gyertek. És megint létrejött egy olyan intim pillanat, amikor kitoltuk Györgyi kerekesszékét, kitettük az erkélyre, és Marian egyszerűen elkezdett sírni. És ezt a pillanatot fotózta le Éva. Ezt láthatják a videón. És ez, higgyék el, hogy
most is egy kicsit küszködök a könnyeimmel, mert az, amikor ott voltunk mind a kettőnél, akkor tényleg ez nagyon megérintett. De hogy egy kicsit most tovább menjünk, azért ez egy születésnap, akkor szeretném megkérdezni, hogy neked melyik volt az a pillanat, vagy melyik fotózás, ami emlékezetes? Nem szeretnék konkrétummal válaszolni, hanem inkább Éva néninek egy tulajdonságára, vagy sok jó tulajdonságával kapcsolatban szeretnék egy jó pofa történetet elmesélni. 3-4 órán keresztül utaztunk a fotózásra, 11-re mentünk. 11-kor Éva nénivel kiszálltunk az autóból, megkapta Terjes Károlytól a szárvirágot és a késcsókot. Igen. És elkezdett fotózni Éva néni, és a Csabával azt halljuk, hogy köszönöm szépen. És így oda kaptuk a fejünket, valószínűleg valamelyikünk egy történetet fejezett be a másiknak, és de Éva néni közben a fotózást fejezte be. Akkor megkértük, hogy picit csináljon úgy, hogy mintha még lenne fotózás, mert azért kellenek ezek a képek nekünk. Tulajdonképpen 11 óra 2-kor nyomta meg először a gombot, és visszanéztem, mert a képekhez rendelődik információ ezekben az új digitális gépekben. 11 óra 4-kor volt az utolsó exponálás, közben annyi jó képet csinált, hogy alig tudtunk választani, hogy ide mi kerüljön ki. Tehát azt a hihetetlen tudatosságot, koncentráltságot, pontosságot, és azt, hogy Éva néni pontosan tudja, hogy mit szeretne, a kocsiban már látta a képet, tehát biztos vagyok benne, amikor odafelé mentünk. Mindezzel azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen hihetetlen sokat lehet tőle tanulni, nem csak fotósként, tehát fantasztikus, hogy tényleg rosszul érezte magát nagyon sokszor, de abban az órában, amikor beült az autóba, és ameddig tartott a munka, addig olyan volt ő, mint amit mindig mesél nekünk, hogy a színészekre jellemző ez, hogyha már nehezebben élik meg a mindennapjukat, akkor arra a 3 órára, amikor kimennek a színpadra, akkor tulajdonképpen teljesen megváltoznak, és mindent elfelejtenek, és tulajdonképpen ez volt a legnagyobb élményeim egyike, hogy Éva néniben ezt a tűzt láttam, és tüzet, bocsánat, és számomra nem létezik fontosabb díj, mint az a bizalom, amit nekem megszavazott Éva néni akkor, amikor nem volt jól, nem mondta le a fotózást, hanem azt mondta, hogy Eszter, menj el és csináld meg, meg tudod csinálni. Úgyhogy nem tudok elég hálás lenni, és nagyon köszönöm szépen. Arról egyébként, hogy hogyan sikerült az Eperjes Károllyal való fotózás, ahol van egy nagyon rövid videónk is, csak hogy lássak, hogy nekünk... Van itt egy-kettő, nagyon jó. De, és a másikakból ez is nagyon jó. Ezt akartam látni. Ez nagyon jó, ez is nagyon jó. Ez is nagyon jó. Úgyhogy jó. Nem megyünk. Nem megyünk. Ez így jól van. Nagyon jó. Én is köszönöm. Én is köszönöm. Csak a szokás. Igen, ez 2 perc alatt sikerült, nem tudom, több tucat képet csinálni. Az Eszter a gépét nem vette elő a verkekhez, míg Éva befejezte a fotózást Eperjes Károllyal. Úgyhogy ez körülbelül így történt. Na, akkor jön még egy meglepetés. Ugyanis, maradj itt nyugodtan. A következő meglepetés az, amikor Tarján Zsófinak volt itt legutóbb a kiállítása, Éva megnyitotta, akkor Zsófinak volt egy meglepetés a részemről, mégpedig a dalait azt egy kórus énekelte el, amiben aztán Zsófi is bekapcsolódott. És amikor készültünk erre a megnyitóra, akkor az Éva mondott egy olyat, hogy fú, olyan úgy szeretnék egy kórust, hogy legyen a megnyitón, és az olyan szép volt a Zsófinál, és az nekem annyira tetszett. És akkor mondtam, hogy jaj, Éva, de azt a kórust már lelőttük poénként, tehát nem lesz kórus. Nem lesz kórus, kész. Belenyugodott, nem lesz kórus. De lesz kórus.
Csak máshogy. Önök a kórus. Ugyanis van egy dal, nem lesz bonyolult, amit készítettünk néhány verk fotóval, és ennek az utolsó pár percét, mondhatom, hogy ilyen másfél percét önöknek kell énekelni Keleti Éva részére. A szöveg nem lesz bonyolult, ki van vetítve majd, segítünk, fogják látni, de kedves Éva, akik itt vannak, ők lesznek most az ön kórusa. Ahhoz viszont leszeretném kérni, hogy most ezt kapcsoljuk le, majd akkor egy kicsit jobban lehet majd látni ezt a videót. Az elején egy olyan 3 percig képeket láthatnak majd, verkfotókat az egész fotózásunkról, és az utolsó 3. perctől megkérem önöket, hogy énekeljünk együtt. Köszönöm. Imádok nyár estén csillagokra nézni, de jó, hogy élek. Imádok adni, imádok kapni, imádok önszeretten boldogan kacagni. La 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 la, la 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 la, de szép az élet. Imádom azt, ha csókot adsz, ha szól a jazz, imádom ezt, ezerszer el kell mondanom. Imádok élni, imádok élni, imádok bátor szívvel semmitől se félni. Várni te rád, vigyázni rád, szeretni téged. La 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 la, la 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 la, de jó, hogy élni. Ezt imádom ezt, ezerszer el kell mondanom. Imádok élni, imádok élni, imádok bátor szívvel semmitől se félni. Márni te rád, vigyázni rád, szeretni téged. Imádok élni, imádok élni, imádok nyári esti csillagokra nézni. La 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 la, la 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 la, de jó, hogy élek. Imádok adni, imádok kapni, imádok önfelettem boldogokat adni. La 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 la, la 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 la, de szép az élet. La 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 la, la 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 la, de szép az élet. La 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 la, la 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 la, de jó, hogy élet. La 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 la, la 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 la, de szép az élet. La 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 la, la 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 la, de szép az élet.
annyit szeretnék mondani, hogy mindenkinek köszönöm. Mindenkinek köszönöm, aki az életembe elém került, akit lefotózhattam, akit taníthattam. Túl sok volt ez nekem most, és nem tudom mást mondani, hogy köszönöm. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. És jövőre, a harmadikon remélem, hogy a Jóisten megengedi, hogy így együtt, mindnyájan együtt leszünk. Köszönöm. Természetesen... Bocsánat, mennyit fizet a kanon? Meg sem néztem. Természetesen most is készült egy kiadvány, amit mindenki megkap, aki szerepelt benne, aki pedig szeretné megvenni, az meg tudja venni majd itt ezt a kiadványt a kollégáimnál, ez 2500 forintba kerül, illetve van egy másik könyv is. De... Azt mondtam, hogy a legelején, hogyha emlékeznek, úgy kezdtem, hogy köszöntöm önöket a Művészetek Háza most még konferencia termében. Ezt azért mondtam, mert ennek a konferencia teremnek mostantól új neve lesz. Amikor ezt mondtam Évának, hogy ezt a konferencia termet róla fogjuk elnevezni, akkor azt mondta, de én még nem haltam meg. Mondtam, hogy szerencsére. Mert hogy azért mi akkor szeretnénk ezt még elnevezni, amikor még él, és itt van velünk. És ennek van egy, mondhatnám úgy is, hogy ez egy dolog, hogy mi ezt elneveztük, és tök jól néz ki, és hű, de szép, de... Azért ezt mi mondjuk úgy, hogy kicsit meg is személyesítettük. Ugyanis van ott kint egy fal, akik talán bejöttek, akkor látták, hogy az ott le volt takarva. Ez nem véletlen. Úgyhogy én most szeretném megkérni elnézést, most nem mindenki fog tudni oda kijönni, mert a hely az kicsi. Természetesen Évát kérem, hogy jöjjön ki. Polgármester urat kérem, hogy jöjjön ki. És az itt lévő művészeket is kérem, hogy jöjjenek ki, akik ugye itt vannak, szerepeltek a fotón, mert hogy ezt ők fogják most leleplezni. Úgyhogy ez a tér mostantól Keleti Éva kiállító tér. Bocsánat, hogy... megszakítom egy picit ezt a számomra egész fantasztikus ünnepségsorozatot. Valóban így gondolom, hogy nekem még dolgom van az életben, tehát még élek, az így van. Én azt hiszem, hogy mindenki ez, nem csak a művészeké, de valahol meg kell húzni a határt, de nem ezt akartam mondani. Azt szerettem volna mondani a köszönömön kívül, hogy az élet az nagyon furcsa, hogy én idáig eljutottam, sok száz és ezer és tízezer embernek köszönhető. Nagyon sokan itt vannak, akik ebben nekem az első lépéseket segítették. Sok-sok évvel ezelőtt, nem akarok kort mondani, de nem véletlen, hogy kik az én kedvenc modelljeim. De annyit szeretnék mondani, hogy az útnak sosincs vége, és mindig jönnek új Keleti Évák, és új művészek, és új alkotók, és
szeressük őket ugyanúgy, őrizzük meg az emlékeket ugyanúgy, mindig legyenek olyanok, akikre fel lehet nézni, akiért elmegyek a színházba és boldogan nézem, akiért megveszek egy könyvet, vagy elmegyek filmet nézni. Nem hegyi beszéd, de talán észrevették, hogy a kiállításon elég sok liberális gondolkozású művész van. Ez az én hitem, és nagyon szeretném, hogy ez a kiállítás és az ő ábrázolásuk és az ő véleményem róluk valamivel előre segíti ennek az országnak az útját. Úgyhogy szeressenek minket, szeressenek a művészeket, és leplezzük le a falat. Úgyhogy kérem önöket, fáradjanak ki. Szeretném megköszönni Seresnyének és Jézsónak a kéknek.